Ma 17:30 kezdődik a Filmtet Fest idei 18. kiadása. Rögtön három érdekes filmet is vetítünk itt a Győzelem moziban, de nem kizárólag itt lesznek vetítések és események, hanem a Szapiencia Tordai úti épületében is, illetve szombaton még a Bátori Piciában is lesz gyerekeknek szóló animációs hely. Ez a három helyszíne van a fesztiválon. Milyen kiemelkedő produkciókat nézhetnek meg az érdeklődők? Nehéz kiemelni egy-egy filmet, elég gazdag az idei program is, hiszen 14 nagyjátékfilm van műsoron. Én mégis a rövidfilmes blokkokat emelném ki, szerintem elég sikeres összeállítás sikerült idén elhozni, hiszen például az Oscar-díjas Deák Kristófnak is a legújabb filmjét vetítjük, illetve a dokumentumfilmek is szerintem olyanok, amelyekre mindenképpen érdemes beülni, például a mai nyitófilm, nem véletlenül nyitófilm, a Tuza Ritter Bernadettnek az Egy nő fogságban című filmje, ami egy olyan jelenségre hívja fel a figyelmünket, ami úgy tűnhet, hogy itt a környezetünkben nincsen, nem történhet meg, ez a modernkori rabszolgaság, mégis egy ilyen nőnek az életét és ebből a helyzetből való kitörési próbálkozását követhetjük nyomon. Ez egy nagyon, fogalmazhatok, hogy nagyon erős film, nem hiába járta meg Amerikának is a legfontosabb független filmes fesztiválját, és nagyon örülünk, hogy a film rendezőnője is el tudott jönni, itt lesz jelen a vetítésen. Rajta kívül más rendezők és forgatókönyvírók is jelen lesznek. Igen, idén is több meghívottunk lesz, például Szász Attila és Köbli Norbert, hát nevezhetem őket alkotópárosnak, hiszen több sikeres filmet készítettek együtt, például a Berni követet is, a vizsgát. Nekik a legújabb filmüket, az Örök teret, holnap lehet megnézni, holnap délután 6-tól a Szapienciának az aulájában, de jelen lesz például Csúlya László is, a Világbőr című filmnek a rendezője, ez a film Károlyváriba is több két díjat is elnyert. Policer Péter, a Férfi kornak a rendezője, ami amúgy Varsóban versenyzett, és akkor hosszan lehetne sorolni a meghívottaknak a listáját, producerek, rendezők, színészek lesznek jelen. Hol, mikor és hogyan lehet kiváltani a jegyeket, és pontosan mit jelent, hogy esti nagyjátékfilm, az, ami 6-kor kezdődik, ami már délután 5-kor, vagy ami csak késő este kezdődik? Igen, az elmúlt években többször szembesültünk azzal, hogy többen szeretnének megnézni egy-egy filmet, mint amekkora a Győzelem mozinak a kapacitása. Ezért vezettük be tavaly azt, hogy az esti, azaz a 7 órakor vagy 7 óra után kezdődő nagyjátékfilmekre nulla leértékű jegyet kell váltani a kasszánál. Ennek az a célja, hogy elkerüljük a torlódást és a csalódott nézőket, akik végül nem jutnak be egy-egy filmek a filmvetítésére. Akkor csak itt a Győzelem mozinál? Csak itt a Győzelem mozinál, csak a nagyjátékfilmekre, csak azokra, amelyek este 7 órakor vagy 7 óra után kezdődnek. A többire nyugodtan be lehet sétálni.